Ez a Moszkva tér mai adása, nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, és itt van velünk Stier Gábor, a moszkvatér.com főszerkesztője. Szervusz Gábor, köszöntünk a műsorban. Szervusz, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Mindenkit arra kérünk, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel az Ultrahang csatornájával, ezzel is tudják támogatni a munkánkat, illetve olvassák a moszkvatér.com-ot, kövessék a Telegramon, Facebookon, nagyon izgalmas írások vannak rajta. Ma pedig Gáborral áttekintjük a hét eseményeit, és ahogy azt a hallgatók már megszokhatták, és mindig nagyon várják, fronthelyzettel kezdünk. Azt hallani, hogy az orosz haderő bekerítette gyakorlatilag Vuledar települését. Számít ez bármit, illetve te hogy látod, mi történik most a fronton? Ha nagy képet nézzük, akkor hát olyan sokat nem számít. De természetesen a nagy kép apró mozaikokból áll össze, tehát ilyen értelemben egyértelműen fontos lépésről van szó, amely azt erősíti meg, hogy a trend az határozottan azt rajzolja ki, hogy a Donbaszban az oroszok törnek előre, lassan, továbbra is azt mondom, tehát amikor heti rendszerességgel, vagy akár napi, kétnapi rendszerességgel beszélnek a médiában arról, hogy mi történik a fronton, akkor az esetek nagy részében óriási újdonságokról nem lehet beszámolni. Tehát itt egy folyamat a lényeg az, hogy Oroszország a Donbaszban szép lassan tör előre, a Kurszki régióban egyértelműen, ezt mondtam egy héttel ezelőtt is, hogy egyértelműen nem csak megállította az ukrán előrenyomulást, ami egy ilyen 1300 négyzetkilométernyi terület elfoglalását eredményezte a betörés után, hanem egy-egy faluról van szó, tehát itt nem nagy dolgokat kell elképzelni, de ellentámadásokat is végrehajt, és kiszorít, vissza-vissza szorít ukrán egységeket. Itt egyetlen egy dologra hívnám fel a figyelmet. Tehát, hogyha a nagy képet nézzük, és én szerintem azt érdemes, persze ez az apró hírekből a napi, mit tudom én, egy kilométer az már nagy, mikor akkor előre nyomulásról beszélünk, például a Donbaszi fronton, ahol ne felejtsük el, csak mondok egy példát, hogy egy Limán, most éppen a héten én úgy látom, hogy a Limán városának környékén voltak többek között erőteljesebb sikerek, meg előrenyomulások orosz részről, és ott, ha jól emlékszem, Makejevka települést elfoglalták, és ezt a települést 3 hónapja ostromolják. Nem az, hogy körülvették, meg valami, meg ott vannak, hanem 3 hónapba tellett egy olyan településnek az ostroma, amelyet a hallgatók nagy része nem is ismer. De ezek fontos hírek az előrenyomulás szempontjából, ugyanúgy, ahogy Vuhledar, ugyanúgy, ahogy a Pokrovszk környékén, hogy továbbra is azt tudom mondani, hogy most lehet, hogy nem 7, hanem 6,5 kilométerre vannak a város keleti részeitől, és még nem kezdődött meg az ostrom, és ahogy egy héttel ezelőtt kérdezted, hogy körülbelül meddig ideig tarthat, hát a másik, az előbbi példából ítélve, én továbbra is azt mondom, hogy ez is nagyjából a legjobb esetben 2 hónap. Mert nem látom azt, hogy az ukrán hadsereg összeomolna. Egyre rosszabb helyzetben van, viszont tehát egyszerre van egy rosszabb és jobb helyzetben is. Rosszabb helyzetben van egyre inkább, mert az emberi tartalékok, az élőerő katonai kifejezéssel véges, de nem annyira véges egy 1 milliós hadseregnél, hogy az összeomlás szélén legyen maga az ukrán haderő. A másik oldalon viszont az utóbbi időben folyamatosan kapja nagyobb mennyiségben kapja, mint mondjuk az év elején, vagy a tavalyi év végén a nyugati segítséget, a nyugati nyugatról a lőszereket. Ugye a héten azt is meghallottuk, hogy
hogy indiai lőszert is kapnak, európai közvetítéssel Európa megveszi Indiától, utána átadja, általában a csehekről van szó, átadja a Ukrajnának, és akkor az oroszok megtiltakoznak, mert mint gyártó Ukrajna, ah, bocsánat, India elfelejti letiltani a reexportot, a tovább exportálást. Szóval sok apró dolog van, amiből össze-össze áll a kép, de hogyha visszatérünk a frontra, a fronthelyzetre, akkor azt kell mondani, hogy a trend egyértelműen az, hogy az oroszok törnek előre. Ezt az előre törnek, nem is ezt a szót használnám, hanem inkább az, hogy folytatják a szisztematikus törlést, amelynek a vége egyszer a jelenlegi trendek mellett, ha nem változnak ezek a trendek, az lehet, hogy az ukrán erőket azért annyira meg tudják gyengíteni, hogy fölgyorsulhat ez az előrenyomulás, és a fő célt, a Donbass ellenőrzés alávonását, azt elérhetik, és hogy mikor, az sem idén, hanem valamikor jövő egy év múlva körülbelül. És ez azért fontos, mert egyébként pedig a héten tovább erősödtek a diplomáciai vonalon hát én inkább úgy fogalmaznék, hogy nagyobb volt a turbulencia. Tehát itt követik az ENSZ éves közgyűlése, amelyre utazik nem csak Szergej Lavrov, hanem itt mindenek előtt a média figyelme Volodymyr Zelenszkijre irányul, mert az ukrán elnök ugye viszi a béketervet Amerikába, és ott a két elnökjelöltnek, illetve Joe Bidennek kívánja bemutatni, és hát ettől is sok minden függ. Bár itt is az ukrán narratíva érvényesül, és ez túl van tolva, hogy ettől minden megváltozhat, legalábbis véleményem szerint. Hiszen továbbra is olyan béketervről van szó, ha ezt egyáltalán béketervnek lehet nevezni, az, hogy Ukrajna, mondjuk az egyik pontja biztosan az lesz, hogy kapjon felhatalmazást, engedélyt nagy hatótávolságú rakéták, orosz mélységi területek célok elleni támadására. Tehát valójában arról van szó, hogy Ukrajna olyan helyzetet próbál teremteni, amelyben már a jelenleginél könnyebben leülhet tárgyalni. Mert azt mindenki tudja, hogy egyszer eljön a tárgyalások ideje, csak abban térnek el méghozzá erőteljesen a vélemények, hogy mikor jön el ez az egyszer. Hát én azt látom, hogy hiába mondják, hogy még az idén, meg az amerikai elnök választások előtt, meg hogy Zelenszkij békét lezárná, meg tűzszünetet, meg vagy részleges tűzszünetet írna, megállapodást írna alá. Én azért mondtam a front helyzetnél is, hogy milyen lassan közelítenek az oroszok a céljaikhoz, hogy én nem látom esélyét annak, hogy most belátható időből leüljenek tárgyalni. Ettől függetlenül fontos lesz az, hogy milyen reakciókat, milyen reagálást kap Ukrajna arra, hogy amit előterjeszt, mert ez megint csak azt lehet belőle kiolvasni majd, vagy kicsit jobban kiolvasni, hogy változtak-e az amerikai, illetőleg a nyugati elképzelések, és hogy milyen hosszú ideig, miben gondolkodnak, milyen hosszú háborúban gondolkodnak. Én továbbra is azt mondom, hogy van egy A meg B verzió, ők, az Egyesült Államok legalábbis tudja húzni, az európaiak, mint a vakló mennek előre. Tehát ezen a héten is bejelentette Ursula von der Leyen, és ez megint csak egy fontos nüansz, egy apróság, ugye kis puzzle darab ebben a nagy képben, hogy az Európai Unió 35 milliárd eurós hitelt ad egy összegben Ukrajnának, ez a G7-es 50 milliárdos keretből. És ebből megint csak azt látjuk, és számomra legalábbis azt tűnt föl,
hogy ha ez mind így igaz, akkor a G7-ek 50 milliárdjából 35-öt az Európai Unió ad át, hát azt mondják, hogy hitel formájában, de hitelből, mert más nincs. Igen, itt fölmerül, meg elmondják, hogy majd az orosz lefoglalt orosz javakból, meg pénzekből fogják törleszteni, de hát az még olyan messze van, meg olyan következményei vannak annak, meg olyan viták vannak e körül is, hogy hát én ezt még készpénznek nem veszem. Szóval, de megint csak egy újabb adalék ahhoz, hogy Európa egyre inkább magára húzza, meg tolják is rá a háborúnak a pénzügyi terheit, mert azért a G7-ekből 35 milliárd, az 50-ből azért nézzük meg az arányokat, hogy ez mi. Ez egyértelműen ezt mutatja, a másik pedig az, hogy Ukrajna pénzt, fegyvert, lőszert továbbra is kap. Tehát számomra semmi nem utal arra a kommunikáción kívül, amelyben azért mégiscsak fülerősödtek a tárgyalások lehetőségéről szóló beszélgetések, de a kommunikáción kívül, hogyha a realitásokat nézzük, semmi nem utal arra, hogy rövid időn belül lezárulhatta ez a konfliktus. A háborúnak az intenzív szakasza. Természetesen nagyon jól tudjuk, itt is elmondtuk ezekben az adásokban, hogy ez függ a politikai helyzettől, az amerikai választásoktól, a nyugat-európai társadalmaknak a hangulatának, hangulatától, a hangulat változásától, hiszen a németországi helyi választások, tartományi választások, Szászország és Türingia is mutatták, hogy a német társadalom, de egyébként beszélhetünk nyugati társadalmakról, egyre kevésbé tolerálják azt, hogy miközben az ő helyzetük, szociális helyzetük romlik, egy német fiatal nem kap bölcsődei helyet, nem kap óbodai helyet, az iskolák színvonala romlik, miközben a Ukrajnát segítik, a migránsok, a menekültek menekülteket előnyben részesítik ezeken a helyeken. Tehát romlik a fizetésük értékes, szóval az elégedetlenség növekszik. Tehát ez lehet az, ami majd egyszer elvezet oda, hogy a nyugati politikai elitet arra kényszerítse, hogy inkább, vagy egyértelműen a háború lezárása felé terelje a dolgokat. Egyelőre én nem azt látom, hiszen azért ezeket, amit csak ebben a pár percben elmondtunk, hogy milyen támogatásokat kap rövid távon, mennyi fegyvert kap Ukrajna, ez nem arról árulkodik, hogy ez gyorsan lezárulna, és most itt véget érne a konfliktusnak, legalábbis még az sem, hogy az intenzív háború szakasza. Tehát az, amiről itt Ukrajna beszél és remél, vagy nem is tudom, reméli, vagy csak kommunikálja, hogy még az idén egy újabb békecsúcsot hoz tető alá, az akkor lenne egy lépés előre, hogyha az a minimum, hogy egy BRICS országban rendeznék, hogyha Oroszországot el tudnák oda hívni, és hogyha nem az Zelenszky féle 10 pont alapján folytatnák a tárgyalásokat, mert az, annak semmi értelme. Persze, ukrán részről van értelme, hogy az ő narratívájukat próbálják ráerőltetni a világra, de ennek csak akkor lehet olyan értelme, hogy előbbre viszi a béke felé, a stabilizálódás felé a helyzetet, hogyha a fronton ennek érvényt szereznek. Tehát az, hogy bármelyik oldalon, tehát érvényt szerezzenek, akár orosz oldalon ezt megakadályozzák, vagy ukrán oldalon ennek érvényt szerezzenek, ahhoz most én nem vagyok jós, de legalább egy éves háború kell, de azért nem mondok többet, mert
mert ebben a helyzetben felelőtlenség nagyokat mondani, de egy évig ahhoz simán el kell folytatódni ennek az egésznek, hogy olyan helyzet álljon elő, amelyben az egyik, vagy akár mindkét fél inkább a tárgyalásokat választaná. Hát akkor a front helyzettől most egy kicsit menjünk át olyan ügyekre, amelyek elég érdekesen alakítják Ukrajnának, illetve Oroszországnak is akár a megítélését. Még 2024 márciusában látott napvilágot az a hír, hogy kalapáccsal támadtak rá a néhai Alekszej Navalnyi közeli munkatársára, Leonid Volkovra, a háza előtt a litván fővárosban. A 43 éves Volkovot a támadás után kórházba szállították, ahonnan később ki is engedték. Volkov Oroszország egyik legismertebb ellenzéki személyiségének Navalnyi a közeli bizalmasa volt. 2023-ig Navalnyi négy kabinet főnökeként és a korrupció ellenes alapítvány elnökeként dolgozott. Néhány órával a támadás előtt Volkov a Medúza független orosz lapnak nyilatkozott, azt mondta, Navalnyi halála óta aggódik a biztonságáért. A fő kockázat most az, hogy mindannyiunkat megölnek, hogy miért, ez elég nyilvánvaló dolog, mondta, aztán nemrégiben egészen furcsa dolgok terültek ki a támadással kapcsolatban. Így van. Ez egy olyan történet, amelyre a sajtó általában pillanatok alatt ráugrik. Kattintós, érdekes, politikai szempontból érdekes, tele van krimivel, gyilkossággal, és mit ad Isten, azok a dolgok, amelyek kiderültek, egyébként éppen többek között a Medúzán keresztül, a Medúza liberális tábora valahogy elfelejtette most olvasni a kedvenc orosz nyelvű felületét, mert nem látom, hogy a hírekben tombolna az, hogy vagy ott lenne, hogy mi történik az orosz liberális ellenzéki emigrációban. Hogy nagyon, nagyon kusza és érdekes a történet, röviden arról van szó, az derült ki, hogy az előbb említett támadásnak, és még kettő, egy Buenos Airesben, megint egy másik helyen végrehajtott támadásnak, egészen biztosan, legalábbis a tényfeltáró nyomozás alapján, egészen biztosan nem az orosz hatalom a háttere, hanem a Jukosz volt vezérhelyettese, Leonid Nevzlin, aki Izraelben él, tehát ő Hodorkovszky, Mihail Hodorkovszkynak a harcostársa, és ő rendelte meg ezeket a megveretéseket, és ebből egyértelműen kiderül, egyébként a nyomozásból 2, 3, 4, 5 dolog. Tehát egyrészt az, hogy a Jukosz köre, tehát Mihail Hodorkovszky Jukoszának köre, mert ugye ezt is elmondták itt a nagy fülháborodásban, meg az egymásnak esésben, ők pénzelték Navalnyi korrupcióellenes központját, a Navalnyi Life platformot, és most azon háborodnak föl, hogy miközben mi pénzeltük, itt egyszer szó van, ami itt konkrétan a Jukosz volt tulajdonosai, vezérei, vezéregyéniségei hánytorgatják föl a közösségi médiában azt, hogy egyszer adtunk félmillió dollárt, egy másik esetben pedig ezek beismerések, a Navalnyi Life portál föntartására, vagy a ott dolgozók fizetésére 58 ezer dollár. Tehát ezek, amik konkrétan beismerésként elhangzanak. És hogy ennek ellenére Navalnyi köre, harcostársai támadják a Jukoszt és Hodorkovszkyt és Nevzlint, és hogy nem szégyellik magukat. Tehát egyrészt
A finanszírozásról derültek ki dolgok. Másrészt kiderült az, hogy a Jukosz kör annak ellenére, hogy támogatta anyagilag Navalnyi körét, a két orosz ellenzéki csoport, alapvetően most már jó ideje emigráns ellenzéki csoport között óriási a feszültség. Tehát a Navalnyék azért kezdettől, hát hogy fogalmazzak, nehezményezték, és különböző tényfeltáró nyomozásokban, cikkekben világítottak rá arra, hogy mi történt a vadkapitalizáció idején, tehát a kuponos privatizációban, hogy szerezték meg az orosz állam javait, és egyébként a Jukosznak a vezérkara, hogy vágta át a kisbetéteseket, stb. Stb. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy esetleg ideológiai értelemben, vagy taktikai értelemben másképp gondolják az ellenzék egyes körei Putyin leváltásának módját, hanem hát konkrétan egymás lábára is lépnek, egymást érdekeit is sértik, és hát kiderült, hogy Leonid Nyevzlin 250 ezer dollárt ajánlott föl, vagy annyit fizetett volna azért, hogy az említett Volkovot, aki akkor év elején még a korrupció ellenes központ, tehát ez a Navalnyi féle korrupció ellenes központnak a vezetője volt, ezt Móresre tanítsák, tehát az volt a megrendelés, hogy úgy verjék meg, hogy tolókocsiba kerüljön, és rabolják el, adják át az orosz titkosszolgálatnak, vagy szolgálatoknak, az FSB-nek. Tehát az ő kezükbe adják. Tehát, és hát itt említettem, hogy több ilyen támadás is volt Navalnyi körének prominens személyiségei ellen. Tehát ez a leszámolás azért rávilágít arra, egyébként Nyevzlin végül is azért nem fizette ki, vagy legalábbis az ezért egész összeget biztos nem, mert nem tartotta elég keménynek ezt a leszámolást, amit itt a fővezetőben is mondtál Volkov ellen, hogy kalapáccsal támadtak neki a kocsijában, hogy csak a kezét törték el, meg ilyesmi. Szóval ilyen állapotok vannak, és ez arra is rávilágít, hogy sok mindenre, de többek közt arra is, hogy azok, amiket a média, főleg az ellenzéki liberális média egyértelműen Oroszország, az orosz hatalom számlájára írt, az egyáltalán nem biztos. Most én nem az orosz hatalmat akarom mosdatni, egyszerűen meg nem is csak azt megerősíteni, hogy a különböző gyilkosságoknál, mérgezéseknél, stb. Például mi azért felvetettük, hogy más, vagy ablakból kieséseknél más verzió is lehet, nem csak az, amit azonnal is mindenki majdnem mondott, hogy ja, hát ezért akkor a Putyin kiadja a parancsot, aztán az orosz hatalom, a titkosszolgálatok révén, meg az erőszakszervezetek révén ezt végrehajtja. Lám-lám, itt egymást leplezik le, és ez annak azt is fölveti, mert még egy dolgot hadd tegyek hozzá, a sok apróság mellett, amit a Moszkva tér meg fog írni, természetesen, csak egyre gyűlnek, ahogy egymásnak estek már a portál a közösségi médiával, egyre gyűlnek a bizonyítékok. Szóval az is kiderült, hogy Leonid Nyevzlin, az Izraelben élő Jukosz vezér, vagy alvezér, Navalnyit megfigyeltette még a börtönbe is. Tehát én nem azt mondom ezzel, hogy Nyevzlin gyilkoltatta meg Navalnyit, és továbbra is úgy gondolom, hogy az áldatlan körülmények, tehát egyszerűen a szervezete adta föl a harcot, tehát ez természetes halál volt, amelyhez sok minden hozzásegített, de nem az, hogy konkrétan valaki kést szúrt volna bele, vagy megmérgezte volna, vagy hát magyarán konkrétan megölte volna. Szóval
Az információk, amik itt kiderülnek, ezek egyértelműen utalnak arra, hogy nem olyan fekete-fehér a helyzet, és ezt mi próbáltuk is mondani idáig is, mint ahogy azt egyesek láthatják. Tehát én úgy gondolom, hogy akár egyes, tehát azt tudjuk, hogy bizonyos támadásoknál, amiről itt szó volt, azok mögött egyértelműen Nyerzlin áll. Tehát ezt ők egymást leplezték le, ezt a Medúza írta meg, meg a BBC, meg mások is. De az, hogy a Navalnyi körül történtekben esetleg más kéz is lehet, meg más is történhetett, azt ennek a lehetőségét minimum fölvetik ezek az információk. Tehát ami a legfontosabb az az, itt vagy tanulsága ennek a történetnek, hogy semmi nem olyan egyszerű, mint azt a média, vagy a média igyekszik, vagy azt a média igyekszik, és nagyon sokszor beállítani. És itt, és ugyanezt mondom az egyéb haláleseteknél is, de itt a Jukosz, illetőleg a Navalnyék körüli közötti feszültségben egyértelmű és bizonyított már az, itt hangfelvételek vannak, utasítások, hogy mit kell tenni, hogy kell agyonverni a másikat, és mennyi pénzért. Tehát az, hogy súlyos belső feszültségek vannak. Tehát ez, hogyha engedné a média, akkor átalakítaná, vagy legalábbis átrajzolná, módosítaná, kicsit átszínezné azt a képet, amely az eddig az orosz emigrációról, az orosz ellenzékről kiderült. Mert az is kiderült, hogy még soroljam, hogy Leonid Nyerzlin az Ukrajnában élő ellenzéki politikust is, orosz ellenzéki politikust, az egyiket megfenyegette, erre tanúk vannak, és véletlenül, és ezt se állítom, hogy ez most biztos, hogy úgy volt, de véletlenül 3 hét múlva az illető ellenzéki politikus házát érte dróntámadás. Tehát sok minden van, és nem lehet azonnal az első narratíváknak bedőlni, mert ez a botrány sorozat, amely, hát azért, hogy finom legyek, nem kapott elég figyelmet a hazai médiában, de általában a nyugati médiában sem, mert elég kínos, egyébként rávetül, negatívan vetül rá Mihail Hodorkovszkijra is, aki egyfolytában próbálja kimosni magát, hogy ő nem tudott ezekről a felbérelésekről, ezekről a leszámolásokról. Annyit egyébként azért elismert, hogy közte és Nyerzlin között a viszony több mint testvéri, vagy rokoni, viszont Oroszország jövőjével kapcsolatban sok mindenben nem értenek egyet. És végezetül, ami először eszembe jutott ezt a történetet, vagy ezt a történet sorozatot olvasva, az, amit még valamikor a 2000-es évek elején, vagy a 90-es évek végén egy moszkvai barátom mondott, aki a 90-es évek elején a Menatepnél dolgozott. A Menatep a Jukosz részvényeinek többségét birtokolta, a Menatep Bank, és akkor azt mondta nekem Andrej, hogy Úristen, hogyha azt mind elmondanám csak, amit én ott láttam, meg hallottam, és akkor még végezetül egyetlen egy dolog, hogy a Jukosz biztonsági főnökét gyilkosságért ítélték el, és ugyanezért ítélték el még 2000-es évek után, ezt már emigrációban, tehát nem végrehajtható életfogytiglanra ítélte az orosz bíróság gyilkosságokért, tehát még a 90-es években elkövetett gyilkosságokért Leonid Nyerzlint is.
Tehát tudjuk, hogy az orosz vadkapitalizmusban és általában a vadkapitalizmusban mik történtek, de úgy tűnik, hogy ezeknek a történéseknek, amit nem akartak sokan elhinni, és kizárólag politikai alapúnak gondolták a különböző pereket, bírósági ítéleteket, egyrészt van alapja, ott igenis. Nem mondom ki, hogy még de csúnya dolgok történtek, és a másik pedig az, hogy ezeknek a történéseknek máig tartó leágazása, hatása van, mint ahogy ebből a utóbbi botrányból is kiderül. Hát akkor beolvasnék még egy hírt. Bilincsben vezették el a világhírű ukrán sportolót a krakkói reptéren, mert hogy az történt, hogy kellemetlen helyzetben találta magát, ez kedden volt, a profi box abszolút nehézsúlyú világbajnok Alekszandr Uszik, akit a biztonságiak letartóztattak a krakkói repülőtéren. Volodimir Zelenszky ukrán elnököt felháborította az eset, és a hatalmas ütőerővel rendelkező bunyóst végül a letartóztatása után nem sokkal az ukrán külügyminisztérium közbejárására elengedték. Itt mi történhetett? Ez a történet is azért érdekes véleményem szerint. Egyrészt egy nagyon ismert, tehát Ukrajna egyik szimbólumáról beszélünk, tehát Uszik tényleg az egyik hőse Ukrajnának, most nem háborús hőse, hanem tehát az ukrán imást, aki fényezi, mert minden világ, így van, tehát minden világ bajnoki címet ural, most már a Tyson Fury elleni mérkőzés után, ugye ő a cigány király, ismeri a box belső híreit, akkor tudja, hogy mekkora volt az a Fury, vagy milyen nagy jelentőséggel bírt az a szaudarábiai Fury Uszik mérkőzés. Tehát nem akárkiről van szó, ismert emberrel bármi történik, ez egy érdekes hír. A másik része az, ami mögötte van. Tehát, tehát itt az történhetett, mert azért a lengyelek is udvariasan csak utaltak dolgokra, és nem kommunikálták részleteiben. Az történhetett, tehát amit tudunk az az, hogy felháborítóan viselkedett. Föllépett tehát nem felszólították, hogy nincs olyan állapotban, hogy felszálljon a Valenciába tartó gépre, hiszen évvégén megint címmeccse lesz, és most kezdik a fölkészülést a mérkőzésre. Ő azt mondta, hogy 14 órát utazott Kijevből, és csak a fáradtság jelei voltak rajta, esetre agresszív volt, miután nem engedték felszállni, és ezért hívták a hatóságokat, a repülőtér alkalmazottai, és megbilincselték, de nem letartóztatták, bevitték az őrszobára repülőtéren. Ez történt. Ez egy érdekes, színes bulvárhír idáig, viszont ami azonnal és mellette, mögötte történt, az, hogy az ukrán elnökig bezárólag a külügyminiszter, a krakói konzult utasítva, mindenki megmozdult. A külügyminiszter fölhívta Radek Sikorszky lengyel külügyminiszter kollégáját. Zelenszky azonnal a nyilvánosságban elkezdte, hogy bánhatnak így a lengyelek a Ukrajna egyik szimbólumával, hősével, és hogy ez biztos azért van, mert ne felejtsük el, hogy nem pár nappal korábban az említett külügyminiszter, lengyel külügyminiszter Sikorszky és Zelenszky Varsóban csúnyán összeveztek például a volinyi mészárlások kapcsán, és annak kapcsán, hogy ugye ezt már többször említette Lengyelország, a lengyel vezető politikusok említették, hogy Lengyelország addig nem okvetlenül fogja támogatni Ukrajna uniós csatlakozását, amíg nem rendezik a volinyi mészárlást. Ugye a II. Világháború idején 1943 és 1945 között itt nagyjából 100-120 ezer lengyelt
mai Ukrajna területén élő lengyelt öltek meg az ukrán kollaboráns, nacionalista, náci barát erők, akik egyébként Ukrajna hőse, akinek vezetői, Bandera, Ukrajna hősei ma már. Szóval a lengyelek ezt azért, ha a háborúnak vége, meg minden, nem szeretnék a szőnyeg alá söpörni, és ebből voltak apró csörték, vagy nem is olyan apró csörték az utóbbi időben politikusok közül, között, lengyel és ukrán politikusok között, és Zelenszkij azonnal azzal vágott vissza, hogy azért tartóztatták le Uszikot is, mert van ez a vita, meg Lengyelország így akar nyomást gyakorolni Ukrajnára. Mi az, ami nekem erről eszembe jut? Már tovább gondoltam ezt a történetet, hogy mi van akkor, amikor majd Ukrajna az Európai Unió tagja lesz. Mert én azt látom, hogy minden jel arra mutat, hogy előbb-utóbb tagja lesz, mert hogy az egész konfliktus rendezésének keretében ezt egyfajta kárpótlásként meg fogja kapni, mert a NATO-ban nem veszik föl, nem vehetik föl véleményem szerint. De akkor rálőcsölik ezt is az Európai Unióra, úgyis ti pénzelitek Ukrajna föntartását, akkor mennyivel egyszerűbb lesz, és vegyétek is föl, eladhatóbb ez Ukrajna számára, és a majdani béke, kompromisszum, nevezzük, ha meglátjuk, mi lesz. De a lényeg az, hogy azért ez sem olyan egyszerű, és mondom, hogy tovább gondolva az jutott eszembe, hogy milyen stílus fog bejönni az Európai Unióba. Tehát hogyha a lengyelekkel, az ukránok ezt művelik, azokkal a lengyelekkel, akik a legnagyobb támogatói, a leginkább kiálltak Ukrajna mellett, akkor mit várhat mondjuk az a francia, vagy belga, vagy magyar, vagy nem tudom, nem magyar mondok, mert nekünk most, hogy úgy fogalmaz, a különleges a viszonyunk Ukrajnával, de mondjuk francia, belga, holland, bármilyen, vagy lengyel politikus, aki azt fogja mondani, hogy hát a francia, belga, lengyel gazdák érdekeit is meg kell védeni, és itt a magrár pénzek elosztása kapcsán itt viták fognak fölmerülni, meg más kapcsán is. Tehát ugyanez a stílus lesz akkor is, mert Ukrajna most már úgy gondolja, hogy neki minden jár, mert ő áldozat. Tehát ez az, ami számomra föl sejlett az egész történet mögött, hogy egyrészt aránytévesztés az, hogy még hogyha Ukrajna egyik legismertebb sportolójáról is beszélünk, hogy azonnal Zelenszkij esik neki a egyébként rendkívüli baráti országnak, a lengyeleknek, az ukrán külügy azonnal intézkedik, és itt nem csak konzuli segítségről van szó, sokkal többről. Mert egyébként utána Uszik is elismerte, mintegy, ahogy a lengyelek fogalmaznak, kvázi bocsánat kérésként, hogy köszöni a lengyel hatóságoknak az intézkedését, hiszen ők csak tették a dolgukat, a kar hosszúság, az ütőerőre nem figyelemmel, tehát nem magyarán nem azzal foglalkoztak, hogy egy nagyon ismert és nagyon erős emberrel állnak szembe, hanem csak a feladatukat teljesítették. És ehhez képest azért az a parádé, amit az ukrán politikai elit Zelenszkijén az élen előadott, hát az figyelmeztető kellene, hogy legyen sokak számára, a nyugati politikai elit számára, hogy mivel jár majd, hogyha Ukrajna mondjuk az Európai Unió része lesz, és egyébként magától ez a folyamat problémákat, belső megosztottságot fog gerjeszteni, de hoba tortán az, hogy ráadásul még egy ilyen stílussal, egy ilyen
hogy fogalmazzak, hogy ne sértsem meg az ukránokat, hogy ilyen érdekérvényesítő stílussal fognak szembesülni. A nyugati politikusok az most már hosszú-hosszú évek, évtizedek óta ettől, mint elszoktak volna, és azért bele kéne gondolniuk abba, hogy mi vár rájuk, amikor mondjuk én azt mondom, hogy hibás döntésként, de kárpótlásként, vagy egyfajta kárpótlásként Ukrajnát berántják az Európai Unióba. És itt nem arról van szó, hogy Ukrajna soha nem lehet az Európai Unió tagja, hanem úgy fogalmazok, hogy pontos legyek, hogy hogyha idő előtt felkészületlenül és kárpótlásként hívják meg tagnak az Európai Unióba Ukrajnát. Ez volt a Moszkva tér mai adása. Stier Gábor, köszönjük szépen! Köszönöm a figyelmet! A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, és tartsanak velünk a következő napokban is, hiszen folyamatosan érkezünk friss elemzésekkel. A Moszkva tér legközelebb hétfőn jelentkezik majd. Mindenkinek szép napot kívánok, viszontlátásra, viszonthallásra!